Január óta javában folyik a bontási munkapakson a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Kereszt utcai ingatlanján. Itt épül a pécsi egyházmegye 100 férőhelyes katolikus óvodája, közel 500 millió forintból. Jelenleg átalakítás alatt az épület, ahol épp bejáráson vannak az elöljárók és a leendő munkatársak. A közel 800 négyzetméteres épület együttesben 4 csoport indulhat ősszel, melyhez parkoló is épül. A Kossuth utca 6 szám alatt található ingatlanon is fejlesztünk. Itt ugyanis létrehozzuk azt a parkolót, ami azt gondoljuk, hogy egy óvodának a normális működéséhez szükséges. Fejlesztési tervek, látványtervek bemutatása mellett az új óvoda vezetőjét is bemutatták, Heszné Raut Ildikó személyében. Dr. Udvardi György, megyés püspök és Szabó Péter polgármester kézjegyével látta el az alapító okiratot és az együttműködésről szóló megállapodást. Szívesen működünk együtt mindenkivel, aki Pakson értéket teremt, az embert szolgálja, városunkat gyarapítja. A Magyar Katolikus Egyház pécsi egyházmegye paksi óvoda és iskola fejlesztése uniós pályázatból és rendkívüli kormányzati támogatással valósul meg. A komplexum több mint 2 milliárdos összfejlesztésének óvodai részlege mintegy 480 millió forintos beruházás, mely tartalmazza a 100 férőhelyes óvodai épület együttest és játszóudvart, valamint egy teljesen új parkoló kiépítését is egy szomszédos ingatlanon. Az egyházi fenntartású óvodában a beiratkozás tavasszal megtörténik, ősszel pedig már gyermekzsivaj töltheti be az új intézményt.